Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Zolegerszegán. Ahogy a e szokásos, kezdjük a ma esti előadást is az Óm Nám Mantrával hétszer. Oh. Oh. ezt a hangot tisztán hallottad, akkor tiszta a tudatod, és megfelelő a jelenléted. Hogyha a mantra közben, vagy a hang hallatán még mindig az elméd megzavar, és különböző gondolatokkal és érzelmekkel megbontja a jelenlétedet, akkor van munka. Tehát mindenkinek van munkája. Mivel kiderült, hogy már 99%-otok látott egy rakás videót, ezért ma haladó üzemmódban kezdünk. Kérek gyorsan egy számot 1 és 208 között. 3. Egy napon, miközben a templom nagy harangját kongatták, a Budha megkérdezte Ánandát. Ánanda, honnan jön a harang hangja? A harangból, felelte Ánanda. A harangból? kérdezte vissza a buddha. De ha nem lenne ütő, hogyan adná ki a hangot? Ánanda sietve javította korábbi kijelentését. Az ütőből, az ütőből. Az ütőből? kérdezte újra a butha. De ha nem lenne levegő, hogyan jutnál a hang idáig? Tényleg, persze, a levegőből jön. A levegőből? De ha nem lenne füled, hogyan hallanád a hangot? Igen, igen, szükségem van a fülemre, hogy halljam. Tehát a fülemből jön. A füledből. Ha nem lenne hallásod, hogyan fognád fel a harang hangját? A hallásom által keletkezik a hang. Ánanda, ha nem lenne tudatod, hogyan észlelnéd, hogy hallod a harang hangját? Mire Ánanda így felelt. A tudat teremtette. Kérdések. Mindent a tudat teremt. Ez helyes? Kettes. Honnan jött a harang hangja? Ha nincs tudatod, hová tűnik a harang hangja? Negyedik kérdés. Mindent a tudat teremt. A tudatot mi teremti? Kommentár. Az igazság gondolkodás nélküli. Az igazság nem rezdül. A név és forma, jövés és menés sohasem léteztek. A tér és az idő folyton változik. A gondolatok világa az ellentétek világa. Ha nem gondolkodsz, nincsenek ellentétek. Láss, haj, érez, gondolkodj, beszélj és cselekedj tisztán. Kinek van kérdése? Azt szeretném kérdezni, hogy a Zen szerint mi értelme van a művészetnek és az irodalomnak? A Zenben nincs külön kielentés művészetekről. Arról a tudatról viszont nagyon sokat tanít, amely kreatív aki ugye művész lesz. És innentől kezdve a művészetnek szerepe van, hatalmas szerepe van az ember életében, annyit tudj, hogy keleten soha nem volt a művészetnek olyan igazsághordozó szerepe, mint nyugaton. Nem kellett. Ellátta a feladatát minden társadalmi csoport, és nem kellett a katarzist delegálni a művészetbe. A katarzis, mint a művészeti fogalmak egyike, a műélmények legfontosabbika, az nyugaton terjedt el. És mint ilyen, óriási értékhordozó. Miért vágyunk a katarzisra? Mitől kell megtisztulnunk? Tehát egy koncertnek az első és utolsó pillanata az a mélységes csend, amely a zenemű előtt vagy rögtön utána van az egy mini katarzis, kifejtetlen, nem tudod miért olyan mágikus te, mégis az. Egy görög dráma végén pedig minden addigi önképed és ideád elmegy. Nincs ott. Te vagy ott, az önképeid, az elképzeléseid nélkül. Shakespeare ugyanez. És amikor a katarzis a lélek tartós megtisztulása akar lenni, akkor már a művészet nem elég. Nem nézhetsz meg minden nap egy drámát, kicsit sok lenne. De meditálhatsz minden nap. És visszatérhetsz ahhoz a tudathoz, amely eredetileg nem tiszta és nem szennyezett, hanem pusztán az, ami. Amely tisztán hallja a harang hangját. Nagyon sokféle módon lehet a művészi tehetséget használni. Az egyik az, hogy megismered önmagadat, kibontakoztatod kreativitásodat, és ezáltal másokat egy katartikus műelményhez hozzásegítesz. És ezt a katarzist láthatóan nem a saját maga megtisztulásáért gyártja a művész, hanem azért, hogy másokon segítsen. Búthiszthatva a művészet nem pusztán önkifejezés. Elkerülhetetlenül az is. De nem magáért teszi, hanem másokért teszi. Amellett, hogy a saját középpontját, önrendelkezését megélő művész hallja, látja a visszajelzéseket, de nem függ mások véleményétől. Még egy kérdésem, hogy van-e bűn? Követél el hibát? Biztosan igen, természetesen. Azonosulsz vele? Biztos volt olyan. Általános Biztos elhárító van. mechanizmusokba szépen belemente, Igen. akkor van bűn. Ez. Az, hogy elhárítod, az a bűn. Biztos van. Igen vagy nem? Tehát a hibával való azonosulása a bűn, mert megismétled, mert identitást csinálsz belőle. Akkor bűn. Tehát hogyha csak hiba, azt könnyen javítod. Mert belátod. A bűn az, hogy eltakarom vele a szememet. És a bűn tudat? Az mindent visz. A hibával való azonosulás teremti a bűn és bűntudat intézményét, a bűn, mint a tárgy, a bűntudat, mint az alany. És ez gátolja a hiba kiavítását. Mert nem akarsz, nem mersz rálátni, inkább azt mondod, bűnös vagyok. Sokkal könnyebb. Tanárként nagyon érdekes, hogy az sem jó, ha a gyereket bűntudatra neveljük, viszont a gátlástalan gyerekkel is probléma van. Tehát az meg egyfajta barbárságnak a egyik szélsőség sem Igen. helyes. Akkor mi a helyes út ebben? A helyes az, hogyha látjuk, hogy hogyan teremtjük ezt a világot, benne a hibákkal együtt, és kiavítjuk a hibákat, ahelyett, hogy akár azonosulnánk velük, és így vakítjuk meg magunkat, akár pedig úgy tennénk, mintha nem lenne, és így vakítjuk meg magunkat. A középút itt a helyes. Nem elég, látom. Tehát szabadságunkkal és felelősségünkkel egyszerre kell élnünk. A tanításban, nevelésben elképesztően fontos, hogy a szabadság és felelősség a gyerek tudatában közös nevezőre kerüljön. Mint egy azon érem két oldala. Ha szabadságot akarsz, felelősséget is kell vállalni. Ha felelősséget vállalsz, akkor egy idő után szabadságot is tapasztalsz. Minden kutya tulajdonos tudja ezt. Van egy kutyád, Hogyha felelősséget vállalsz érte, akkor tanítod, eteted, gyógyítod, és akkor az a kutya terát fog hallgatni. Te leszel a gazdája. Szabadon rendelkezhetsz fölötte. Ha nem, akkor vagy valaki más lesz a gazdája, vagy pedig fölötted fog rendelkezni a kutya. Mert ő lesz a te gazdád. Ha ezt elkezded középre hozni, akkor a gátlástalanság is hiba, mert rengeteg az olyan szabadság, Eszmény, ahol nincs felelősség mellette, és a bűntudat keltése is hiba, mert a puszta felelősség, a puszta azonosulása hibával, az nem elég. Meg kell mutatnod, hogy a felelősségvállalással mit érsz el, és akkor lehet tanítani az ok és okozat működésére azért, hogy ne egy következmény nélkülinek hazudott világban éljünk. Azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan lehet a kiégést helyrehozni. Tehát, amikor mondjuk túl vagyok az életemben egy nagyon erős, hullámhegyes, völgyes, érzelmi, meg mindenféle mentális, meg egyéb tisztuláson, meg kalandon, és azt érzem, hogy kicsit kiégtem, hogy az érzelmeim eltompultak, minden eltompult, meg, meg fáradt vagyok, hogy hogyan lehet ezen segíteni. Családban élsz? Hát van egy cica, meg a férjem. Melyikhez fűz erősebb érzelmi kapcsolat? A férjemhez. De a cicát mondtad először? Azért, mert vadonatúj. Nem mondom, hogy a férjet le kell cserélni, de vissza kell helyezni mondjuk a cica helyére, hogy ő jöjjön először. És biztos, hogy kiránt az érzelmi tompultságból. Egy jó hát, kapcsolat ezt megteszi. 30 éves házasság után már ez nehéz? Ne mondj ilyet. A zen a kezdők szelleme, és mindig, minden év az első év. Muszáj úgy kezelni minden emberi kapcsolatot, hogy teljesen friss, teljesen alakítható. És újra el kell menni nászutra, újra meg kell fogadni egymás előtti szépen magunk közt a hűséget, és meg lehet azt erősíteni szépen. Mindenféleképpen új horizont kell a régi kontextuson belül. Annyiszor frissítjük a szoftvert, annyiszor veszünk új konyhafelszerelést. Férfiak, a kocsi, a fotó, a kompjúter, frissítünk. Az emberi kapcsolatok nem ilyenek. Tehát nem lehet a férj 2.0-át csak úgy letölteni a felhőből ne is lehessen. És innentől kezdve dolgod van, tessék úgy fölfrissülni belül, hogy a kaland, a tisztulás és a kiégés, az külön legyen. Megfigyelted, hogy ezt te egy mondatban mondtad el? Tehát miért azonos ez a három, vagy miért tart egyfelé ez a három fogalom? Nézd meg, hogy ha megtisztultál, akkor miért nem frissültél fel? Hogyha felfrissültél, miért nem ment el a kiégés érzete? Nézd meg, hogy a lelki okozatiság belül hogyan működik. És ez bármilyen módon, de egy nagyfokú belső őszintességet kíván meg. Talán az, hogy miután megsimogattad a cicát, és megnyugtatod, hogy most nem ős Rődiger macskája, nem lesz vele ilyen kísérlet, utána a férjedet simogatod meg, és hasonló módon megnyugtatod, ahogy egy férjed szokás, és akkor elkezdtek valami érdemi párbeszédet arról, hogy hogyan folyjon a következő 30 év. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Azt szeretném kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy van olyan ember, aki iránt olyan mérhetetlen ellenszenvet érzek, hogy nem is tudom megmagyarázni, hogy miért bármit csinál, és bármit nem csinál, akkor is tényleg magamat látom benne? Tehát azt mondod, hogy van olyan ember. Így van. Itt van a teremben? Tudjuk, hogy ki az? Én tudom. Nem elég. És gondolod, hogy tudnék érdemű választ adni a kérdésre, ha itt teszed fel? Semmit. Látlak téged. Az előbb legalább bejött a képbe egy férj, meg egy macska. Sokkal könnyebb. De most egy olyan általános kijelentés mögé bújsz, amely mögé lehetetlen érvényes válaszsal betörné. Jó, akkor közelítek. Ne közelíts, mond ki. Kimondom, a lányomnak a, a barátjáról van szó. Lányod, elmúlt 18? Igen. Akkor az ő dolga. Nézd meg, hogy hogyan segítheted őket. Anyák, per anyós jelöltek elképesztően tudják fölfelé vagy lefelé vinni a kapcsolatot. Segítsd a lányodat ahhoz, hogy boldog legyen azzal az emberrel, és kész. A többi az ő dolguk. Jó? Jó, én nekem egy meditációval kapcsolatos kérdésem lenne, Az hogy van-e van -e jelentősége annak? Hát amit délután nem sikerül gyakorolnom, de táborban igen. És azt szeretném megkérdezni, hogy van-e jelentősége annak, hogy nyitott vagy csukott szemmel meditálunk? -e? Van. A nyitott szemen keresztül látsz, a csukott szemen keresztül nem. Értem. Azt hiszem, de értem, nem érted. Igen. De azt hiszem, hogy ö, valami dereng, de én nekem mindig le akarnak menni a szemeim. Merél visszakérdezni. Szunyim, te most mondtál valamit, amit én nem értek. Elmagyaráznád bővebben? Mert ez volt a homlokodra írva, csak úgy eltakarta a ö, Jó, elmagyaráznád bővebben. Készséggel. Okay. Tehát, hogyha nyitva tartod a szemedet legalább részre akkor esélyes, hogy a külső és a belső tér nem válik szét. Ha lehunyod a szemedet, mint kis Balázs, akkor belül úgy elalszol, vagy álmot látsz, hogy te vadakat terelő juhász, vagy tűzoltó, vagy katona leszel. És azért nem hunyjuk le a szemünket, hogy maradjunk itt ebben a pillanatban, és a külső és a belső egyéb váljon. És még így is annyi cucc jön föl, olyan filmet rendezel itten lebenyből, hogy Hollywood eltörpül. De ha még be is csukod, akkor több csatornás és ismétlődő filmsorozat lesz belőle. Jó? Nyugodtan lecsukhatod a szemedet, ha szeretnéd. Én szóltam. Köszön. Köszönöm. Szívesen. Hogy mi van akkor, amikor úgy érzed, hogy kimaxoltad a meditációt, és nincs tovább? Tehát, hogy megrekedsz úgymond egy, egy a saját körödbe. Milyen megrekedésről beszélünk? Tehát olyan, mint a vasúti átjáró, ahol a sorompót nem nyitják fel, vagy amikor véletlenül Zsák mentél, és ott van a másik ház tűzfala, vagy pedig amikor belementél egy kátyúba, és nem tudsz kijönni belőle. Milyen típusú megrekedés? Meséld el nekem. Hát amikor úgy érzed, hogy, 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 nem tartasz sehova, tehát... Az nem megrekedés, az motiváció hiány. Tehát nincs előtted akadály, elfogyott az üzemanyag, két esélyed van. Vagy magadba kotorsz, és a saját lelkeden vagy kapcsolatrendszereden belül rálesz valamely típusú szenvedésre, tökéletlenségre, elintézetlenségre, meglepne, ha nem lenne ilyen, és akkor azt fog motiválni, vagy pedig újabb hibát kell elkövetni, hogy a személyes szintű motiváció újra termelődjön. B. Meglátod a világ szenvedését, hogy 8 milliárd állítólagos homo sapiens, itt a sapiens van kérdőjel alatt, mi csinál? Na, ha az nem elég motiváció, akkor nem tudom, hogy mi kell. Úgyhogy az úton való megrekedés, vagy motivációhiány, az gyakorlatilag az, hogy valamit nem vettél észre. Vagy valakit nem vettél észre. És abban az esetben, ha, ha direkt nem akarsz belekapaszkodni semmibe, tehát sem motivációba, sem külsőségekbe, akkor, akkor is azt lehet mondani, hogy ettől. Át meg az egész. Nem Tehát, belekapaszkodni kell, hanem látni kéne azt, hogy a világban élünk. Anélkül, hogy belekapaszkodnál a külsőségekbe, beszélgetsz emberekkel, vásárolsz a piacon, főzöl magadnak és másnak, elmész dolgozni, elmész szórakozni, elmész vakációzni, majd hazajössz a párodhoz. Ez bőven elég, nem kell itt megragadni semmit, csak el kell ismerni, hogy élünk. És az életben tapasztalunk boldogságot és szenvedést. Magunk és mások által teremtett jót és rosszat. Innentől kezdve, ha az a polaritás, ami a vágyott és az elért között van, az aktuális és a potenciális között van, amilyennek szeretnék lenni, de amilyen vagyok, hát ha ezek között ez az áthúzás, ez az elképesztő akaratvektor, ha ez nem elég ahhoz, hogy az úton haladjak, akkor nem tudom, mi kell. Mert az, hogy minden rendben van, ez addig tart, amíg kimondtad a mondatot. Se előtte, se utána nincs rendben. Úgyhogy megnyugodni lehet, megelégedni egy ideig lehet, de a babérjainkon ülni nem lehet. És az, hogy mulandó, tökéletlen és kölcsönösen függő világban élünk, ez a lét három alapjegye. Ha ez nem elég motiváció, akkor Sajnos még nagyobb szenvedés kell, és ne legyen. Legyél annyira érzékeny, és szerintem vagyis, hogy megtapasztalod azt, hogy a szenvedés nagyon finom, alaphangon, micsoda, mi az oka, mi a megszüntetése és mi a megszüntetés útja. És akkor jársz az úton. És a végszó, ha már te tényleg úgy érzed, hogy a helyeden vagy, mert egy helyes gyakorlat, olyan egy-három év alatt a személyes problémáid nagy részét helyre tudod rakni, akkor az a mondat, hogy ébredj föl és segíts másokon, új értelmet nyer. Már nem magadért gyakorolsz. És itt jön be 8 milliárd újabb homo sapiens. Úgyhogy bőven van kiért és miért csinálni. Én azt tudom megkérdezni, hogy a félelem íze az ízlik az embereknek? Így most globálisan nézve a jelenlegi folyamatokat a világba, én ezt úgy érzékelem, hogy igen, Tulajdonképpen. Mármint, hogy a pánik maga, ez így valahogy egy ilyen erő talán, ami így negatív hatással van a társadalomra. A félelem, az agresszió, a harag, ezek a legerősebb hormontripek. Elképesztően érzelemfüggő lények vagyunk, amihez hozzászoktatod magadat, az van. Ha az emberek félelemre kondicionálhatók, és azt szokták meg, akkor újabb és újabb élmény kell. Igazából az a kérdés, hogy te milyen érzelemvilágra szoktatod rá magadat. Mersze például örülni? mered ezt az örömöt megosztani mással? Kialakítasz -e egy szeretet teret az otthonban, mert a legnagyobb kockázatot vállalod ezáltal? <laughs> Bizony, mert abban a szeretett térben más is bejöhet. És ki tudja, mit csinál nézd meg, hogy neked mennyire kell a félelem. Más embereknek a félelem, harag és agresszió utazásaért nagyon kevéssé tudsz felelni, talán a hozzád nagyon közel álló szeretett kapcsolatokért igen, De másokért nem. Az a tudati magatartás, amelyet tanúsítunk, mélységesen hat a környezetünkre. Tehát ha te félelem mentesen, belső tudati akadálymentesen vagy jelen, már segítettél másokon. De amihez hozzászokunk, azt akarjuk ismételni. A legerősebb kutya az lesz, amelyik a legtöbb kaját kapja belül. Tehát milyen érzelmet szolgálsz ki? Milyen karmát etetsz belül az újabb érzékeléssel, az újabb érzelemformálással, az újabb gondolat tömeggel? Mert az lesz. Az lesz az azonosulás tudatod. Úgyhogy ha nem kondicionálod magad félelemre, akkor másokat se fogsz, és ha jól csinálod, akkor téged sem lehet kívülről kondicionálni félelemre, gyűlöletre, haragra és agresszióra. Rajtunk múlik. Ne tedd a környezetet felelőssé, mert teljesen hamis. Önálló és autonóm lények vagyunk, a helyes szellemi gyakorlat által olyan érzelem- és gondolatvilágot építünk fel, amit tényleg szeretnénk. Annélkül, hogy leválasztódnál a világról. Annélkül, hogy fal mögött élnél annélkül, hogy pillanatonként elhárító mechanizmusok tucatjait dobnád a másikra. Ez lehet. Csak tenni kell. Köszönöm. Köszön. Szívesen. Egyéb kérdés. Valamelyik videódban beszéltél a zen alapelveiről, és az egyik a nagy hit. Három van a nagy hit, és a másik kettő. Nagy tenő. bátorság. Nagy bátorság. És nagy kérdés. Igen, erről mondanál egy kicsit bővebben, mert ez engem annyira megragadott, és főleg a nagy hit, mert az ennél kapcsolatban a hit olyan kicsit furcsán hangzik. Hát eleinte nekem is furcsa volt hiddel. Tehát először van a nagy kérdés. Amint azt ma délután gyakoroltuk, a mi ez kérdés, a nagy kérdés. A ki vagyok, az az avatárodra, a személyiségedre vonatkozik. A mi ez, az pedig arra a nyersanyagra, arra az önvalóra, amiből az, az egész keletkezik a tapasztalat az, amely a bátorságot adja. Tehát, hogy mersz tapasztalni. Mered a kérdést megtartani. Mersz látni. Mered a tudatot kinyitni. És a nagy kérdés és nagy bátorság együttese az a nagy hit. Tapasztalati alapú, a saját magad és a világ változásait látó, helyes irányba fordított energia, az a hit. És okod van hinni, bár a tapasztalat transzcendens. Okod van hinni, mert a tapasztalat a tiéd, és elég tiszta, mert a tanítóddal működésbe hoztátok. A helyes hitélet az intuitív működés. Nem csapongás, nem szélsőség, nem valamiféle dualisztikus tudatformák pörgetése, hanem igazi önvalót közvetlen megnyilvánulása az intuíció maga. Ezeket a koanokat, amelyből ma egyet olvastunk fel, csakis az intuíció kulcsával tudod kinyitni. A lelkedben van az a kapu, amelyen az egész világ közlekedik ki és be. A lelked kapujában van az a zár, amelyet ha bezársz, akkor fal mögött érzed magad, ha kinyitsz, akkor az egész világ rád nyílik. A kulcs az pedig az intuíciód. Mit engedsz meg magadnak? Mit engedsz meg másnak? Hogyan viszonyulsz a világhoz? Hogyan viszonyul a világ hozzád? Ez a négy kérdés valójában egy kérdés. És hogyha megfelelően gyakorlod az utat, akkor a nagy hit, a nagy bátorság és a nagy kérdés mind egyetlen pillanatban összpontosul. Ahhoz, hogy beszéljünk ezekről, elkülönítjük a három fogalmat. Ahhoz, hogy tapasztaljuk ezeket, el kell felejtenünk ezt a három fogalmat. És a pillanat tisztaságában, így mind a három benne van. Köszönöm. Én szívesen. Azt szeretném kérdezni, hogy hol a lélek. Hol vagy most? Itt. Akkor itt van a lelked is. De... Én azt szeretném kérdezni, hogy mi a hiba. Csak ennyit. Nem tudom. Hibáztál, úgy érzed? Szerintem igen. Többször előfordul. Akkor lehet, hogy nálam jobban tudod. Miből láttad, hogy hibáztál? Jött egy megérzés, hogy, hogy azt lehetett volna másképp is. Kellett volna másképp? Van-e van -e olyan út, amit érdemes követni? Egy, létezik -e olyan, hogy ez a szereteteljes út, és erre van szükség ahhoz, hogy én tisztán éljek. Létezik ez a fókuszban maradás útja. A hibáról kezdtél el kérdezni. Mielőtt konkrét lehetett volna, átugrottál a szeretetre. Ez a hiba. Mert a hiba kiavítása nélkül nincs szeretet. Azt érezted, hogy valami nincs rendben. Hogy alternatív módon is meg lehetett volna oldani. Kellett volna? Okoztál valakinek szenvedést? Igen. Az a hiba. Amikor másnak szenvedést okozol, az hiba. Köszönöm. Szívesen. Az a kérdésem, hogy a zenben, legalábbis a zen mit mond a, zen, a szabad akaratról? Nem ráról. tudom, hogy a zen mit mond. A zen 1500 éve nem szól semmit. Én állandóan jártatom a számat. É. Ezt tudom, hogy hiba, de másképp nem tudnék veletek kommunikálni. A szabad akaratról? Ha megmondod, hogy mi a szabadság, megmondom, mi a szabad akarat. Tessék. Tudtam, hogy rossz lesz a kérdés. <gül> <gül> Na most, amellett, hogy kérdeztél egy jót, miért akarod kisebbségi komplexussal zárni a napot? Uh, nem, inkább talán arra gondolok, hogy nem. Nem biztos, hogy ez így megfogalmazható. A Mondom, hogy ne zárt kisebbségi komplexussal a napot. Szabad akaratról kérdeztél. Hogyha nem tudod legalább az egyik fogalmát a kérdésnek, akkor hogy tudod a választ megérteni? Hát azért kérdeztem, mert ez egy állandó... Létezik-e ilyen, vagy csak egy fogalom ez, hogy szabad akarat? Kérdezd meg, Schopenhauer, tehát annyit foglalkozott vele. Elég lenne a válasz? Remélem, Valam. nem. Ne, ne add fel ilyen könnyen. Már meghalt. De te nem. És így az akarat sem. És amíg az ember él, addig szabad akar lenni. Csak olyan elképesztően rossz elképzelésünk van a szabadságról, hogy állandóan nagyobb és nagyobb békjókba verjük magunkat. Sajnos a kedvenc példám az a francia forradalom, hogy egy Szaturnusz cikluson belül égalité, fraternité, liberté, Vive la France! És mit csináltak a libertével? A szabadsággal? Mennyi testvériség maradt? Mennyi egyenlőség maradt? Az a szabadságfogalom, amit végigvittek 1789-től 1815-ig, az az aprócska pici termetű hadvezér. Az helyre rakta, aztán őt pedig Szent Ilonára. Tehát azért vigyázzunk a szabadsággal, ám nagyon. Az azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok? koronáztatom magamat Toulouse-ban, és utána megyek hadjáratozni? Hát azért vigyázzunk, kérem szépen. Tehát nézd meg, hogy mit akarsz. Egyelőre legyünk itt. Milyen irányba mutat az akaratvektor? Ezért szoktam megkérdezni a nagyon motivált szívbéli zengyakorlóktól, hogy jól van, látom, hogy szeretnéd elérni a felébredést. De ha elérted, mit kezdesz vele? Nem tudja. Tehát csak akar. De, hogyha eléri a szabadságot, nem tud vele mit csinálni. Ezért fogalmazzuk újra a kérdést, és vegyük ki belőle a végtelent, vagy a meghatározhatatlant, mert egyes nagyszerű fizikusok szerint a végtelen, mint paraméter, korrumpálja az egyenletet. Vegyük ki. És hogyha azt kérdezem, hogy valójában mit akarsz az életedben elérni, akkor ez egy sokkal konkrétabb és megválaszolhatóbb kérdés, és nem szennyezem be a meghatározhatatlan, definiálhatatlan paraméterrel az egészet. Térjünk ide-vissza? Mit akarsz? Igazából, amiért ez a, ez a kérdés engem foglalkoztat, tehát hogy... Nem a miért, mennyire... hanem a mi. A miértet azt mennyire... most nem magyarázkodjunk. Mit mennyire... akarsz? determinál a, mondjuk az embernek a múltja. Tehát mennyire cipeli egy hátizsákként, mennyire tudom ezt én fogni és csak úgy eldobni. És mondjuk az adott pillanatban mondjuk tényleg eldönteni, tehát elindulni egy, egy, egy másik irányba. Beleragadtál a saját meta Aha. figyelted? Aha. Megpróbáltalak az elején kiszedni onnan, de Aha. nem hagytad. Onnan indultunk, mi a szabad akarat, és belementünk a mennyire, meg a hátizsák, meg a múlt. Ez irreleváns semmi köze a szabad akarat gyönyörű kérdéséhez. Hát attól félek, hogy a szabadot, a szabadság helytelen definíciót kirúgtuk, és az akarattal ugyanez lesz, mert valójában nem tudod, hogy mit akarsz. Mit akarsz? Célról kellene mondani valamit? Te célt? Bocs. Én tudjam. Hát nem tudom. Fölteszed a kérdést, a szabadságot kitakarítottuk, mert nem tudunk vele mit kezdeni, most az akarattal is ez lesz? Nem. Akkor viszont tudnod kell, hogy mit akarsz. Adunk erre időt meg, jó? És amikor megjön, akkor majd visszatér hozzád okay. a mikrofon. Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Tessék ott. Ha boldog akarok lenni, akkor mit kell tennem ahhoz, hogy vagy ebbe a világba, nem lehet elérni az örök boldogságot? Hát ne romboljuk már motivációt. Hát kérem hogy... szépen, ha nem lenne elérhető a boldogság, akkor nem Én lenne nem munkánk. Hát. Hogy mindig tartható? Mi a boldogság? Ez a definíciók estéje. Ha nem tudod, hogy micsodát, akkor tényleg nem tudod megtartani. Maradjunk annyiban, hogy a boldogságot a szereteten keresztül tudjuk elérni, és most ne kérdezd meg, hogy mi az, mert ezzel nem segítesz magadon próbálj meg egy másik embert boldoggá tenni, és vállald a kockázatot, hogy ő is ugyanezt fogja veled tenni. Vagy sem. De a puszta definícióból, az öndefinícióból, egy belső boldogság fogalomból még semmi érdemleges nem következett, csak azt, hogy gondolkodtunk valamin. Megállapítottunk belül valamit. De hogyha mersz egy másik emberrel olyan közösséget vállalni, egy kapcsolatot, életet, ahol a boldogság és a szeretet számotokra szavak nélkül megélt és értett és érzett minőség, akkor megközelítesz. Ne, ezeket nem lehet szóba fogni, minden definíció elégtelen. Csak bizonyos helyzetekben látod azt, hogy igen, ez most boldogság volt, ú, ez most hiba volt. Nem akartam szenvedést okozni, de mégis ez történt. Meg akartam érteni, de mégse értettem meg. Tehát a világ nagy része nem szóba fogható, körülbelül úgy, mint hogy a halász hálóval csak a halakat tudod kifogni a tengerből, de a tengert sohasem. Észrevetted? Hogy a hálóval csak a tengert nem lehet kifogni? Állj bele abba a kapcsolatba, ahol érzed a boldogság lehetőségét, és ne tágíts addig, amíg el nem dölt, hogy ez lehetséges-e számotokra, ami legalább két ember, vagy egy gyermek is, vagy több gyermek. És persze, hogyha nem teszel bele energiát, akkor nem tartható fönt. Azt gondolod, hogy önmagában létezik? Azt gondolod, hogy főleg a boldogság meg a szeretet az tőled függetlenül maradhat? Hát nem. A jó hír az, hogy egyetlen egy karma sem önmagában létező, más karmától független, vagy örök. De a rossz hír is ugyanez. Minden traumád el tud múlni ha nem teszel bele újabb energiát, amely megújítja. De minden boldogságod is el tud múlni, ha nem teszel bele energiát, amely megújítja. A dolgok üresség természete nem azt jelenti, hogy egy virtuális nihil fölött lebegünk szomorú szemekkel, hogy jaj, szik transit gloria mundi. Nem. Ez azt jelenti, hogy amibe energiát teszel, az megmarad addig, amíg az energia közlés folytatódik. Termodinamika, hölgyeim és uraim. A lélek is így működik. Ez egy erőmű. Oké? Okay? Ha pedig kiveszed az energiát belőle, mert nem hiszel és nem teszel, akkor elmúlik. Addig marad fönt, amíg energiát teszel bele. Egy kapcsolat is, egy család is, az életed is. Erre azt szeretném kérdezni, hogy mondjuk akik elvonultan élnek, akkor azok, hogyha mondjuk egy remete, akkor az nem lehet boldog? Szeretnél remete lenni? Én néha úgy érzem, igen. Én néha úgy érzem, hogy egyáltalán nem. Nem remete szeretnél lenni, hanem pont, és ezt a belső kínlódást megszüntetni, az érzelmi ambivalenciákat, amelyből a kérdéseid jönnek. Amelyek nagyon érvényes kérdések, de számodra az elvonulás most menekülés lenne. Ezért irreleváns, hogy a remeték jól érzik-e magukat, vagy sem, mert rajtad az most nem segít rajtad az segít, hogyha bátran beleállsz a helyzetbe, és az asztal túloldalán lévő emberrel kezdesz egy teljesen új hangnemben, őszintén, nyugodtan, nyitottan egy pár beszédet. Ez segít. Köszönöm. Szívesen. Ha már itt a boldogságról beszéltünk, valahogy úgy érzem, hogy ez, ez, mulandó. Nem érzem úgy, hanem mulandó, ha nem teszünk érte, ahogy mondtad. Van egy másik szó, szinte szinonimája, de, de azt érzem, hogy nem nem egyforma mégsem. A boldogság és az öröm között mi a különbség? Óriási. Nagyon sok minden el tudsz örömet okozni magadnak és másoknak, de nagyon ritka, hogy ettől tartós boldogság legyen az eredmény. Ahhoz azt az örömöt nagyon szépen fel kell tudni építeni, hogy abból valóban boldogság legyen, körülbelül akkora a különbség, mint a tűz és a napfény között mindegyikben van foton, meg infra, meg ultra, de az öröm az nagyon gyorsan el tud lobbanni, és egy rakás tűzhöz kötött, a boldogság pedig tényleg olyan, mint a, a fény, napfény vagy holdfény. A kettő között mégis van egy óriási átfedés. Főleg, amikor cseperedünk, meg fiatalok vagyunk. Csoki, boldog vagyok! Húsz évvel később a koleszterin szinten. mi a boldogság, mi a megelégedettség, mi a béke, mi a közösség élmény. Tehát nézd meg, hogy milyen válaszokat adsz erre mondjuk tíz évenként. Tehát az örömnek nagyon sok köze a boldogsághoz egy idő után. Te tudod, te döntöd el. Jó. De csak akkor vagy boldog, hogyha mondjuk túros csúszát áttel? Nekem az 20 évvel ezelőtt boldogság volt, főleg, hogyha volt hozzá egy kis jutúró is. Most már megfőzheted, megcsinálhatod, meg fogom köszönni, de nem attól leszek boldog. Lehet, hogy attól leszek boldog, ha te boldog vagy. Ez már más. Ez egészen más. Egyéb kérdés? Miért van nyitva az üvegnek a kupakja? azért, hogy beszéd közben ne kelljen újra le és felcsavarni, ahogy azt Arany János mondotta vala, ah, kínos élet, minden reggel öltözni s vetkezni kell. És borult már ki? Elvétve. <laughs> és te hogyan érzékeled a világot, a létezést? Ülök egy teremben 35 emberrel, és elment egy motorbicikli az utcán. Nem elég? Nem. Mi egyéb kellene még ahhoz, hogy teljes értékűnek érezd a választ? Igazán, de mert te mindig visszakérdezel, hogy gondoltam, akkor kérdezlek én is téged, hogy számodra milyen a világ, vagy milyen egy más tudat állapotban, vagy más tudat szinten érzékelni a világot, mint mondjuk ahogy, ahol én vagyok. És hogyha az nem más tudatállapot? Nem visszakérdez. <laughs> Jó, akkor most nem kérdéssel felelek. Yes. És hogyha az ugyanolyan tudatállapot, mint a tied? Egy bizonyos szinten biztos. Nagyon szerény vagy, és ez nagyon tetszik. Én azt gondolom, hogy ha gyakorlunk együtt sokat, akkor az nyilvánvalóvá válik, hogy ez a tudat azonos vagy különböző. Ugyanis a zeninterjúk nagyon hamar rávezetnek arra, hogy ha azt mondod, hogy azonos, hiba, különböző, az is hiba. Leteszteljük. Milyen színű az ég? Szürke. Nem. Mi a szürke? Az ég. Nem. Nézd meg még egyszer, Legyél és fordulj -e felé, és milyen néz rá. Mi a szürke? Faszínű. A fának most az éghez semmi közel. Most csak vicceltem. Nem úgy hangzott, hallod. Tehát teszteljük le ismét a receptorokat. Mi a szürke, hogyha ránézel most úgy, az ég felé? Kékes szürke akkor így. Nem. A felhő szürke. A nap lemente szürkül, de az ég mindig kék. Na itt a különbség. Tehát nagyon sokszor azonosítjuk a felhőt az éggel. De a felhő az égen van, de nem az ég. Az alkonyat szépen szürk, napfelkelte veres, meg sárga, meg ilyenek, de az ég az mindig kék. Jó? Szeretném kérdezni, hogy az egóról mesélnél valamit, hogy... Hát hogy először, lát, hogy, egy... hogy az egóról mesélhessek, hozd ide a tiedet, és tedd bele ide a kezembe. Igazából azt akarom kérdezni, hogy <gül> <gül> hogy ilyen elvonulásnál az embernek az egóját is töri egy elvonulás, nem? Hogy... Hát, hogyha ide teszed a saját egoitásodat a tenyerembe, akkor a második kérdést is meg tudom válaszolni. Tehát. Mindenki valamilyen én képpel él, oké? Okay? De hogyha realizálod, hogy ez az önkép nem egyenlő veled, a személyiségeddel, akkor már egy nagy lépést tettél a realizáció felé. Tehát mindennapi önképeinktől szabadíts meg, ó Uram, minket, ahhoz, hogy valóban úgy lássuk magunkat és másokat, ahogy vagyunk. És az elvonulás egy kőkemény röngengép. Mivel az interakció szabályozva van, Nincsenek trécselések és véleménynyilvánítások. Nincsen egymás tekintetének az állandó keresése. Nem simogatjuk meg, ölelgetjük egymást szeretetünk kifejezéseképpen. Ezért nagyon jól lehet látni az együttműködésben, a gyakorlatban, a munkában, hogy valójában mit hoztál oda. Hogyha akadályt tapasztalsz, akkor az mi. Ha nagyon harmonikus, fluid, nagyon jó menő elvonulásod van, akkor az mitől az? Tehát fogjuk föl, hogy az egoitás, mint entitás nem létezik. Azt mi csináljuk, amikor bizonyos személyiségalkotókból egy falat emelsz magad és a világ közé, és a fal két oldalát ellentétes, de abszolútnak gondolt ítéletekkel ruházott föl. Én jó vagyok, a világ meg rossz. Ehhez kellett egy fal, és kellett egy ítéletalkotó magatartás. Lebontod a falat, megszűnik az ítéletalkotás is. Fordítva is igaz. Megszünteted az ítéletalkotást, lebomlik az ego fal, nézd meg. Tehát amíg ítéletalkotó magatartás, abszolút értékűnek kikiáltott nézetvilág van, addig egoítás is van, amikor ez megszűnik, a másik is megszűnik. És az elvonulás ez egy elképesztően jó eszköz erre, mert egyszerűen nem tudnád a saját lényedet fenntartani, hogyha nem működnél együtt a többivel, ha nem követnéd a formát, ha nem tennéd félre a véleményeidet, ha nem adnád fel a magasztos ideákat és a borzasztó bűntudatokat, az elvonulást pont erre az elképesztően katartikus élményre találtuk ki. És itt vagyok hálás nagyon tanítóimnak, hogy ezt eljuttatták erre a földre, erre a generációra is. Enélkül nem lenne miről beszélni. Enélkül nem lenne mit gyakorolni. Úgyhogy az egoitás önmagában való nem létezését csak egy olyan praxissal tudod belátni, amely vissza-vissza gondolkodás elé. Az én kép kialakulása elé. És akkor eldöntöd, hogy ezekből a kövekből te falat akarsz építeni, vagy utat. Nem mindegy. A kérdésem, hogy az írott tanokon túli tanítás, az úgy érzem, mintha az lenne, hogy csak gyakoroljunk, viszont az elmúlt néhány napban annyi <laughs> tudást villantottál fel, hogy az a kérdésem, hogy csak gyakorlás is elég ahhoz, hogy spirituálisan előre tudjak mozdulni, vagy kell az a fajta tudás, amit, amit tőled hallottam, amiről jelenleg nem tudok. A tudás, amit hallottál, melléktermék a gyakorlás az elsődleges, a nem fogalmi, a nem szóbeli, a nem duális elérése. Amikor visszatérsz ebbe a pillanatba, és egy töredék másodpercre tapasztaljuk igazi önvalónkat. Minden tudás ezt szolgálja. Minden egyéb csak módszer. Nincs olyan, hogy megálltam, mert én nagyon sokat tudok, és én vagyok a világ legokosabbja. Ez hamis. Ez illúzió. Találjuk meg azt, amit az elme szolgálhat, mert nem önmaga, hanem valami több annál. Találjuk meg azt a praxist, ahova kell a tudás, de nem ragad bele a tudásba, mert elvisz a nem tudhatóig. Úgyhogy a tudás az csak karma. Ennek a karmának szolgálnia kell valamit, ami több és egyben kevesebb, mint a puszta tudás és gondolkodás ez egyébként a helyes hozzáállás, és így az alázat, és az önzetlen segítség forrása is, még akkor is, hogyha ez bizonyos magatartás formákkal úgy nem tűnik összeegyeztethetőnek. Úgyhogy tudjunk szépen, művelődjünk, kell az, csak ne állj meg a tudásnál, ne azonosulj vele, ne kiásd ki magadat okos embernek, mert abból az is következik, hogy én jobban tudom. Én másnál és mindenkinek jobban akarom tudni, sőt, egy bizonyos ponton tudom is. hogy ne üljünk föl a, a tudásnak, de ne is legyünk tudatlanok. Használjuk a tudást valamire, ami segít másokon. Ne azonosuljunk vele, de műveljük hűségesen. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én az intuícióról kérdeznék, és arra a könyvről, és a harmadik történetről. Azt mondtad, hogy az intu intuícióval megválaszolhatóak ezek a kérdések, uh -huh. amit felsoroltad, azt az öt kérdést. És én szívesen visszatérnék arra a történetre, hogyha más is, más is érdekel. Igen. Én is szívesen visszatérnék a történetre, de egy, mindannyian hallottuk, kettő, a kérdéseket publikusan nem szoktuk megválaszolni. bizonyám én, én, én teljesen új vagyok a csapatban. Én vagy, is hogy teljesen ez, új vagyok úgy, ezen a területen, kinek, buta és örömmel mondhatom, fel. hogy a Kohani interjúk négy szemköztiek. Keft csinálónak felolvastam, de hogyha valaki kísérlettel jelentkezett volna, akkor azt mondom, hogy nagyszerű, később megbeszéljük. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. De a kérdésed ettől még érvényes. Tehát hogy az intuíció oldja-e meg ezeket a kérdéseket, és igen, így van. Ahogy azt a mai nap folyamán hallhattátok, az intuíció nem más, mint igazi önvalót közvetlen megnyilatkozása és működése. És ez nagyon fontos. Az egyszerű, tapasztalati alapú alapelvek, azok visznek előre. Hogy működik ez? Szunkszenzen mester egy olyan rendszert épített, amely a kóanokat szépen erősségi sorrendbe rakta, és egy valamire való tanító az ő hagyományvonalában a könnyebbekkel kezdi, közepesekkel folytatja, és a legnehezebbeket hagyja későbbre. A tradicionális koreai tréningben nem ez volt. Ott te, mint szerzetes vagy szerzetesnő, miután már tényleg szolgáltál, tanultál és beléptél az enterembe, kaptál egy kont, egyetlen egyet, és tíz évig azon meditáltál, vagy öt évig. És hogyha volt egy válaszod, akkor elrohantál az emmesterhez, az megütött a botjával, és újabb öt év. Ezt azért lehet így a humor mellett teljes igazsága kijelenteni, mert a kóriai zenben a Kuan praxis átadása elsorvadt. Elsorvadt. Már nem dolgoznak vele 90%-ban, mert annyira magasztos és szent és emelkedett lett, hogy kiveszett a mindennapi praxisból, Érdes mond, illetlenség az enmestert megkérdezni. Hogy jövök én ahhoz, hogy megfoghatom az enmesternek a botját az interjún? Nálunk megteheted, sőt, én lelkesítelek rá, hogy egy adott helyzetben, amikor a válaszhoz kell a bot, nyugodtan használd. Semmi gond. Viszont Koreában a konfuciánus rétegződés annyira megemelte az enmestert ilyen félisteni státuszba, hogy ezt nem lehetett megcsinálni, mert tiszteletlenség. Mert hogy jövök én ahhoz, hogy kérdezzek tőle bármit? Ott ülök szépen szendén, leszeget fejjel, megvárom, amíg elmegy az előadás, és azt mondom, hogy ott voltam. De valójában nem voltam ott. Elment a fejem fölött az egész. Nem mertem kinyílni, nem mertem kérdezni. Visszatérve a Szumszeszünyim által alapított és általam nagy hálával és tisztelettel gyakorolt rendszerhez, eleinte még az elméd is megtalálja a választ. Az a jó kis gondolkodó, logikus, racionális, mindennapi az. Nincs azzal semmi baj. Úgy van felépítve, hogy egy picit szokatlan, de rájössz a válaszra ahhoz hasonlít, mint amikor a szalmakazalban, ami nagyon picike szalmak, egy ilyen maréknyi szalmakazlat képzelje el, ilyen mini szalmakazal. Ott van előtted. Benne van a kérdés, az a tű. Kicsit szétkotrod, és ott a tű, és kiveszed. Boldog vagy, mert rájössz, hogy meg tudod találni a tűt a szénakazalban. Igen, ez nagyon jó. És amikor egy nagyobb szénakazal van, és azt mondja a tanít, ebben is benne van a tű, kicsit tovább tart, azt is szétkotrod, megtalálod a tűt. A következő fokozat az, amikor már két tű van a szénakazalban. És akkor van két kérdés, érezhető, hogy nem ugyanaz a válasz a kettőre, és akkor kotrasz, megtalálod az egyiket, megtalálod a másikat boldog vagy. A következő lépésben az egyik tű olyan színű, mint a széna. A másik tű még fémszínű. Nehezebben találod meg azt, ami ugyanolyan színű, mint a széna. A következő fokozatban már mind a kettő olyan színű, mint a széna. Szemmel nem látod, csak akkor, amikor beléd szúr, és nem úgy, mint a többi szín, keményen, fémesen, na az a válasz. Utána megnő a szénak az és már akkor, hogy akár több évig kotorhatnál benne, akkor sem találnád meg a tűt. És ekkor kell egy hatalmas mágnes, amit odarax, a szénak az a fölé, a ekkor váltasz IQ-ról sq spirituális kociensre, amely mondjuk az intuíció, ha így akarom nevezni. Az EQ, az érzelmi intelligencia, és előbb-utóbb oda jut. Tehát a hölgyek érzelemből dolgoznak először, és úgy találják meg, a fiúk általában IQ-ból, és úgy hamarabb kifut a szufla, mert a logika az hamarabb leáll, mint az érzelem. És innentől kezdve a mágnes, mint az intuitív, nem mozduló tudat, ami a nem tudható tapasztalatából egy nagyon tiszta, nagyon erős reflexiót, tükrözést gyárt le, csak ez van. Onnan tudod, hogy elég jó és erős és tiszta az intuíciót, hogy kirántotta a tűt a szénakazalból, és a mágnes így, így hozzáragadt, a többi az ott a zaj, ott a széna, az nem kell. És akkor azt beviszed az interjú szobában. De ez már nagyon más, mint amikor az elején ott keresgetted, és igen, megtalálom, persze. Csak hát föl kellett nőni a feladathoz, és amikor a tízes skálán a tizedik ugye, szintet megoldod, az már nagyon más, mint az első vagy a második. De ez föl lehet nőni. Az intuíció olyan, mint egy elfeledett érzékszerv. Újra lehet aktiválni, újra lehet tréningezni. És így, mivel nem duális a forrása, ezért mondtam igazi önvalót közvetlen megnyilatkozásának és működésének, akkor nagyon más választ adsz az élet problémákra, mint amikor csak a kis dualisztikus jóra és rosszra szakított elméddel dolgoztál. Honnan tudod, hogy a megoldás egészleges? Honnan tudod, hogy a megoldás teljes, hogy nem tér vissza a probléma? ha részleges a megoldás, akkor a megoldatlan része a problémának újra termeli az egészet, ahogy egy gyomnövény, hogyha nem gyökerestül szedted, ke nem bennem maradt a gyökér fele, újra ki fog hajtani. Onnan tudod, hogy megoldottad, hogy nem jelenik meg újra. Hogy gyökerestől kihúztad, hogy megszüntetted az azonosulást, megszüntetted a duális ideákat, nem termeled újra téves nézetekből, kapzsiságból és haragból. És a kohanpraxis kitűnő módszer arra, hogy ezt elérd. Azt szeretném kérdezni, hogy ebből a Koan könyvből, hogyha valaki olvas igazából, a válasz az bennünk van, vagy abban van, aki... Majd hol... kiderül. De honnan tudom mondjuk, hogy jó válasz jön föl, hogyha otthon olvasom csak? Onnan nem fogod megtudni. Ugye? Ez úgy működik, hogy eleinte azt hiszed, hogy tudod. Aztán valami viszket az elmét környéken, és Há, nem biztos lehet, hogy a tanító mást mondana, de nem megyek. Nem írok neki, nem hívom föl. Majd kiderül. Eltelik egy-két hónap, még jobban viszket. Csak meg kéne tudni, mit gondol? Lehet, hogy én jobban gondolom. És ez szépen egy ilyen kétségspirálba bele fogja hajszolni az embert, mert valójában nem tudod, érzed, hogy azt csak hiszed, vagy szeretnéd, vagy gondolod, de nem tudod egyszer csak áttöröd a saját faladat, és eljössz egy elvonulásra, és hogyha nagyon jó kap el az elvonulás, az összes eddigi nézetedet nullára írja, és rájössz, hogy az egészet tabula ráza előről kell kezdeni. És ez a legjobb. A tanítóval való zen interjú nélkül sohasem fogod megtudni, hogy helyesen látod-e a kohant, vagy sem. Akkor igazából ezt a könyvet hiába is olvassuk. Dehogy. Hát nagyon hasznos a könyv. Olvasgassuk minden nap. Főleg esténként. Naponta maximum egy történetet szabad elolvasni belőle, különben szellemi gyomorrontást kapsz. De ha ezt a kis magvacskád elülteted a lelked termő talajában, akkor az kihajt, mint egy olyan gyönyörűséges bóthifa, amelynek az árnyékában a tűző nap elől nagyon sokan menedéket találnak. És a kérdése mindig a zenmester tudja a tökéletes választ, és mindig ne. az a válasz. A zenmester az egy olyan választ tud, amely rajtad biztosan segít. De hogy tökéletes lenne, azt nem mondanám. Különben meghazultolná a léttörvényeit. Hát ugye? És az zenmester óvatos. Ő belesímul a törvényekbe, és nem hazudtolja meg azokat. Szeretném megköszönni házigazdáinknak és szervezőinknek a nagyon lelkiismeretes munkát. Örülök, hogy ma a darmát így Zalaegerszegen együtt nyithattuk ki. Remélem, hogy mindenki kellő motivációval és boldogsággal tér haza ahhoz, hogy gyakoroljuk az utat, elérjük a felébredést és segítsünk ezen a világon. Köszönöm a figyelmet!